Na szóval, most próbálnám elmagyarázni a franticölöp készítésének a technológiáját. Többen írták, hogy kíváncsi rá, hát akkor megpróbálom szemléletesen elmagyarázni. Látszik ott elől ez a cölöpfúrógép. A franticölöp felépítése, cölöpverőgépnek a felépítése pontosan ilyen. Van egy lánctalpas alváz, és van egy felső váz, ami ugyanakkor, mint ezért a gépe, ilyen hatalmas szerkezet, és egy ugyanilyen nagy, magas torony van rajta, mint ezen. A különbség az, hogy az egész szerkezet mechanikusan működik, drótkötelekkel, drótkötél dobokkal, azokat fékező fékpofákkal, hatalmas nagy drótköteget felcsévélő hengerek, iszonyatos csigasorok vannak rajta, olyan áttételű csigasorok, majd megmondom azt is, hogy miért kell ez az elképesztő áttételű csigasor. És minden mechanikusan működik, de elektromosan vezérlik. Tehát van egy vezérlő pult, ahol elektromos kapcsolók vannak, és elektromos az egész vezérlése neki, az egész szerkezetnek, de mondom, az elektromosság csak vezérel, a maga működés az mechanikus, drótköteles. Tehát képzeljünk el azt, hogy a csiga helyén nem egy ilyen furó csiga van, hanem egy 60 cm átmérőjű cső. Egy ilyen átmérőjű vas cső, amire mind a két oldala nyitott. Tehát alul sincsen befenekelve, az nyitott alul. Na most. Ezt felfüggesztik kötelekkel, függesztik fel, ahol ennek a csigája van. Egy lényeges szerkezet van mellette, egy kicsi kis olyan, mint egy szenesvödör, mint egy régi szenesvödör, annak az egyik felén ferde, ahol betöltik, ott belelapátolják, és ez két kis kerékkel, egy ilyen sinen, a cső, ahogy így van a cső, ez mellette van ez a szerkezet, ezt megrakják betonnal, meglapátolják betonnal, kötélen felhúzzák a cső oldalán, teljesen a tetejéig, mégis még túl a tetején, és onnét ez magától bele billen. Egy ilyen billen, azért nem billen addig be, mert neki támaszkodik a csőnek, de kicsit ferdén van, és a csőnek, ahogy így neki támaszkodik, az eleje, így van a cső, így az eleje neki a csőnek, felér, bele billen, és az összes beton belehullik a csőbe. Belül, a csőben belül van egy kos. Hát nem emlékszem már súlyára, de 8 tonnára emlékszem, talán 8 tonnás vas tömb, úgy néz ki, mint egy szódáspatron egyébként, egy kicsit hosszabb szódáspatron, úgy néz ki, tömör vas, és ez egy drótkötélre fel van függesztve, ez belül van a csőbe. A beton, ugye 60 cm átmérő a cső, ez a kos nem lehet több olyan 50, hát 40 centinél nem lehet több, vagy még annyi se. A beton simán lehullik mellett a cső aljában. Tehát annak olyan a válla, mint mondom, mint a szódás patronnak, simán lehullik a cső aljába, a beton a kos mellett. A csövet, ez 6 méter hosszú, mint ez a cső, a csövet 1 méter vastagságban ezzel a kis kocsival megtöltik betonnal. Szépen fölhúzzák, meglapátolják, fölhúzzák, belebillen, beton lehullik, 1 méter vastagságra megtöltik. Utána ezzel a kossal elkezdik döngölni ezt a betont, ami a cső aljában van, és az ott egy dugót képez. És ez a összetömörödött, földrendes betonról beszélünk, tehát száraz betonról beszélünk, ami nem mixerbeton, hanem földrendes beton, tehát ami teherautó hoz és leborít. Na most ez a földrendes beton, ez megtömörödik az aljába, és egy dugót képez a cső alján. A kolléga megy a cölöpfúróhoz. A cső alján egy dugót képez, ez az 1 méter vastagon bele szórt beton, és elkezdik ütni, felhúzzák 6 méter magasra a kost, elengedi a csérlővel,
és az a saját súlyátfalról lezuhon, és elkezdi cefetül ütni ezt a, ezt a dugót, és ez a beton dugó viszi le a csövet magával. Tehát nem jön ki belőle beton dugó, érdekes módon, hanem viszi magával le a csövet, és ez a beton dugó, ez a 60 centis átmérőjű 6 méteres csövet leverik 6 méter mélyre. Mikor leverték ezt a csövet 6 méter mélyre, ezzel a 8 tonnás kossal, ennek a cső oldalán vannak ilyen fülek. A csigasorokat leengedik, ráakasszák ilyen kötelekkel, ilyen iszonyat vastag kötelekkel ráakasztanak, ilyen U alakú kötelek, de hatalmas vastagságúak, és vagy 20-szoros, 30-szoros csigasor erőátvitel van, ami olyan erőátvitel, hogy, hogy valami elképesztő. Én láttam már olyat, hogy mikor húzták ki a csövet, ezt rákasztanak fülére, és elkezdik a csövet kihúzni. Elkezdik kihúzni a csövet. A 6 méter mélyen levert, kitömörített föld, ami kitömörített, az fogja az egész csövet, hát el lehet képzelni azt, hogy egy keményebb talajba, hogy ez, milyen erő kell ahhoz, hogy ezt a csövet kihúzza a földből. Én láttam már olyat, amikor elkezdett ez így a láncnak bele süllyedni, az egész gép süllyedt lefelé, mert egyszerűen olyat kapaszkodott bele a csőbe. Meg olyat is láttam, mikor elszaladt a kötél, és most ez a csirosorok miatt, ez vagy 200 méter hosszú ez a kötél, ahogy át van fűzve, mondom, olyan nagy az áttétel, legalább 200 méter hosszú ez a kötél, és láttam, amikor elszaladt, a Suzuki gyárnak a karosszéra sajtoló üzemét ilyen cölöpökkel cölöpöztük körbe, hogy 6 méter mélyen ki lehessen szedni, mert különben át nem, az volt a zsalú, a tartó zsalú két oldalt. És ott dolgoztunk, mínusz 20 fok volt, és akkor mínusz 20 fokba ezt a csirassornak a kötelét, a 200 méter kötelet ki kell cserélni, és minden csirassorban befűzni újból, hát ott volt anyázás rendesen. Aztán ott befűzték, aztán megint rákapaszott, aztán megint elszakadt. Na, szép volt. Mert voltak annak a résznek olyan kemény szakasz, hogy egyszerűen a csövet alig tudták kihúzni. Na most elkezdi húzni kifelé a csövet, aminek az aljában van egy méteres dugó. Amikor kihúzta a csövet, alul lesz egy légüres tér. Egy nem sorot húzza föl, egy métert. Egy légüres tér lesz alul, és ebbe a térbe beleüti ezt a dugót. Utána megint ezzel a kossal elkezdi ütni azt a dugót, ami levitte a csövet, és a dugót kiüti ebbe a légüres térbe, ami a cső alatt van. És utána elkezdi tölteni, ebben a kocsival elkezdi tölteni a betont bele, és üti, addig, amíg a cső alatt ez a hagyma megkeletkezik. Tehát amíg ez a hagyma szépen így minden irányba, lesz egy, a cső alatt lesz egy ilyen, ahogy az tömöríti ki, nyilván a csövet nem húzza fölfelé, a beton nem tud hova menni, a kors üti, a beton nem tud hova menni, csak a föld felé oldalt, és az tömöríti ki a földet maga mellett, iszonyat kemény föld lesz, kemény földkéregy lesz a cölöp mellett mindenhol, a hagyma mellett és a hagyma alatt is, és ahogy lesz, van az a hagyma része, ez megvan adva, hogy mennyi beton kell ebbe bele küldeni, hogy ez a hagyma kialakuljon. Utána, mikor ez a hagyma megvan, tele betonnal, a cső ugye még mindig lent van, csak egy méter lett felhúzva, akkor beleteszik egy ugyanilyen vasalás, mint ez. Egy ilyen 6 szál cső, ilyen spirállal összekötözve. Ugyanis ebbe a kos ebbe belefér ebbe a vasalásba. Tehát a kosnak, hogy verje a betont, az a csőfala, és a kos között ez a vasalás elfér. Tehát ezen a vasaláson belül a kos tud mozogni, és tud dolgozni. Ha benn van a vasalás, akkor elkezdik húzni szép lassan föl a csövet, és töltik meg betonnal. És folyamatosan húzzák a csövet, és töltik meg betonnal, és ez a száraz, ugye mivel, hogy a cső kitöltette a földet, valamint a betont, ahogy tömörítik, egy kicsit ilyen, hát nem ilyen sima lesz az oldala, mint egy ilyen cölöp, de egy kicsit olyan hullámosabb, hogy az oldal súrlódása még nagyobb legyen neki, sokkal nagyobb, mint ezé, buszott talpa, és szépen, amikor kihúzták a csövet, akkor kész a beton cölöp. Szépen ott megköt, ennyi.
Ez egy hosszú folyamat egyébként, mert legalább egy vagy két óra, mire leveri. Utána még legalább egy óra, mire kihúzza a csövet, mert megtöltik betonnal, kell hozzá vagy minimum egy brigád, 6-8 ember. Meg, hát azért mondtam, hogy egy frankit szőlőp naponta egy 5-6-nál többet nem tud egy gép megcsinálni. Jó, nálunk a cégnél volt vagy három ilyen gép, az a három gép ütötte, de hát az háromszor annyi ember. És hát mondom, iszonyatos nagy, ahogy az a kos lezuhan, hatalmas nagy rezgést kelt, és hát egy öreg házatnál azért előfordulhat, hogy megrepednek a falak, ha közelben olyanok vannak, de mondjuk a Ferihegyen, amikor csináltuk, vagy Suzuki gyártmányt csináltuk, ott nem volt ilyen probléma, ott azért ilyen szempontból is figyelme kell venni. Tehát ezért mondom azt, hogy a franki cölöp a világon a legnagyobb tartású cölöp, annak ellenére, hogy nem mixerbetonból készül, és sokkal hamarabb eltörne, ha kivennénk és így eltörnénk, mint egy mixerbeton, de ennek függőlegesen kell tartani. Tehát ennek a tartása függőleges, és az meg olyan, hogy valami elképesztő. Én talán, amit hozzá tudnék hasonlítani, az a dugóhúzó cölöp, amit én láttam lenne, amit az Azdánál csinált a Ruislibben. Az Azdát érdekében, tehát volt az a dugóhúzó alakú szövnek, aminek ugyan nincs hagyománya, de az oldal súrlódása olyan nagy a dugóhúzó forma miatt, hogy szerintem az mérhető talán a franki cölöphöz. Érdekességként mondom, hogy ugyanúgy, ahogy itt is csinálunk egy terheléspróbát, a Ferihegy 2-re bővítésekről is csináltak terheléspróbát. Az jelenti, hogy középre leütöttek egy franki cölöpöt, és négy cölöpöt tettek tőle, mit tudom én, 3 vagy 4 méterre, ezt áthidalták egy ilyen hatalmas nagy ígerendával, alá tettek egy olyan, mint az olajemelő, csak nagyobbat képzeljünk el természetesen, mint egy olajemelőt, és elkezdték a híd az ígerenda alatt, meg a cölöp között az olajemelőt a szárat titolni, hogy terheljék a cölöpöt, és a cölöp melyik, mi az az erő, amikor megindul lefelé. Ugye van 4 cölöp, ami a tartó cölöp, ami tartja a gerendát. A gerendához feszítik neki az olajemelőt, és ugye annak a talpának kéne lefelé nyomni a cölöpöt, hogy meginduljon, mit tudom én, néhány tized millimétert, és azt mérik, hogy melyik az az erő, amikor megindul. Na most ott előfordult az, hogy nem indult meg a középső cölöp lefelé, hanem a 6 méterre levert tartó cölöpök, amit az irányban indultak meg fölfelé. Tehát 4 cölöpöt inkább kitépett volna a földből az olajemelő, mint hogy meginduljon a középső cölöp lefelé. Tehát olyan tartása van a franki cölöpnek, hogy nem a franki cölöp indult meg lefelé, hanem a 4 tartó cölöp fölfelé. Szóval elképesztő erős a franki cölöp, de mondom, már nem alkalmazzák, meg hát mechanikus is, bár lehet, hogy most már hidraulikusan is lehetne csinálni, de hát a kos miatt, mondom, a rezgések miatt, meg a emberigény miatt, meg a kis hatékonyság miatt már nem csinálják. Inkább azt mondják, hogy lefúrnak 3-szor annyi furcölöpöt, aztán kész. Ezek lemennek 18 méterre, és akár az oldalsúrlódása annyival nagyobb, mint egy 6 méteres cölöpnek ugye. A talpa ugyan nem nagy, a földet nem tömörítik ki oldalt, de hát megvan ennek a statikus mérések, hogy mi az, ami, persze mondom, előtte megcsinálják a terheléspróbákat, azt mondja, ennyi teheret bír, ilyen magas lesz az épület, ennyi lesz a súlya. Kiszámítják most már mennyi cölöp és milyen méretű cölöp kell alá ebből a furcölöpből. Ilyen egyszerű, ma már nem kínlódnak ilyen franki cölöpös technikával, csak érdekességet mondtam, hogy ilyen is létezett valaha. Egy nagyon hatékony és nagyon jó technológia. Én örülök neki, hogy ilyen gépnek, olyan gépnek voltam a kiszolgálója, én szedtem el arra a földet, mert segítettem nekik, stb. Én többször voltam ilyen franki gépnek a kiszolgálója, mint ahogy itt is van egy munkagép, ami kiszolgálja ezt a fúrógépet. Lényeg az, hogy én örülök neki, hogy még része voltam annak a fajta technológiának is. Hát láttam én már néhány dolgot ebben a világban, az tény kérdés.
Azt egy kérdés, hogy láttam néhány dolgot ebben a világban. Úgy építőiparilag. Meg munkagépileg. Na hát, szóval ha valakit érdekelt a Franki cölöp, akkor most megtudta, hogy milyen és hogy működött. Ha valami kérdés van, tegyetek fel, válaszolok rá természetesen.